Kedves nézőink, talán pont egy évvel ezelőtt beszélgettem Jancsó Péterrel, a Graboplast ZRT elnök vezérigazgatójával. Ismét idéződ egy beszélgetés az aktuális gazdasági helyzetről, természetesen a Graboplast szemszögéből. Jó estét kívánok! Jó estét Köszönöm, a hogy a meghívásunkat. Kezdjük egy friss hírrel, a hétvégén a 2000-i sportcsarnokba kerül a Grabo burkolata. Ez mindenképpen sikertörténet, történet, hogy megfogták ezt az ágazatot, Ön hogyan értékeli. Abszolút így látjuk. Egy folyamatos növekedés van a a sportcsarnoknak a területén a legegyszerűbb, legkisebb igénybevételi, mondjuk óvodai sport létesítménytől, a versenysportig mindenhol szállít a Raplast, Amerikától, Oroszországig, Isztambultól, Dél-Afrikai Unióig, tehát a világnak minden részén ott vagyunk, és állják a sarat a nagy versenytársakkal szemben. Ma vezértermékünk a sport tevékenységünk. Ehhez hozzájárult, amit korábban olvastam, hogy egy nagyon komoly minősítést kapott a Fibától, illetve így van, más így van. De Tudják, a, a, nézők biztos tudják, hogy a kézabdát főleg, ugye teremsportokról beszélünk, azt főleg PVC padlón gyártják, vagy játszák, a, a pedig főleg fa parkettán gyártják. Mind a kettőhöz szükségesnek valamilyen minősítések. A fimá van egy korrekt, konkrét minősítése. A kézlabdának ennél bonyolultabb ez a minősítési rendszere. Sajnos győrbe látjuk is, hogy a nem sikerült a győri sportcsarnokba bekerülni. De az összes termékünkre megvan az a minősítés, hogy bármilyen minőségi sportesemény, a kosárlabda, tehát a FIBA ugye, mint egy, egy kosárda szövetség teretén, a Glopas terméke alkalmas arra, hogy akár világbajnoki döntőt, vagy olimpiai döntőt játszanak a mi termékünkön. Magyarországon nagyon sok csarnokban, többek között Debrecenben és sorolhatnák jó néhány várost, de érdekes talán az, hogy a, a 90%-ban mégis külföldi sportcsarnokokat irányozták vagy célozták meg. Ez ez külön szempont volt, vagy így alakult? De, hogy? Ez így alakult, hiszen a Graplast méreténél fogva sokkal nagyobb területeket képes ellátni, mint Magyarország. A, aki a graplast a tevékenységét figyelembe és azt tudja, hogy a Graplast minden 100 négyzetméter termékből 94-et külföldön ad el. Hiszen a magyar piac nem túl nagy, a Graplast pedig ahhoz képest túl nagy. Ezért kéntenek vagyunk, kéntenek vagyunk, örülünk neki, hiszen ez egy igazi megmérettetés hogy külföldön értekesítsük a termékeinket. Jól láthatóan sikerre tudjuk ezt tenni, hiszen folyamatosan nő az eladott mennyiség. Exportjuk is 90%-os, igaz? Illetve... A, a, sportban is, meg ugye általában minden termékben kb. ekkora aránya van a, a, a tevékenységünknek. A vállalatcsoportnál ugyancsak az elmúlt években volt egy szerkezeti átalakulásnak is mondható talán, hogy Tatabánya, illetve Kecskeméten meghatározó gyárakat létesítettek. Ugye Kecskeméten készülnek ezek a speciális sportburkolatok. Hogyan értékeli ezt a fajta átalakulást, hogy nem minden Győrben, hanem Tatabányán is hamarosan elkészül a gyár, illetve a Kecskemét üzem is folyamatosan bővül. Tíz év óta egy stratégiai irányban van a Graplast. ez a nem lakossági termékeket helyezzük a kulcsba, tehát azokat a úgynevezett projekttermékeket és a lakossági termékeknek az aránya az folyamatosan csökken a Groplasznál. 2020-ra azt szeretnénk, hogy 80 ban már inkább ilyen objekt vagy közleti termékek legyenek. Ez nem megy annélkül, hogy Tatabányán is, meg Kecskeméten is ne kezdjünk el ilyen termékeket gyártani. Így azt kell mondanom, hogy Tatabányán az egyszerűbb, kevésbé bonyolult sporttermékeket már régóta gyártjuk, Kecskeméten néhány éve gyártjuk ezeket a sportparkettákat, egyre nagyobb sikerrel. Ebben az évben közel 50 os lesz a növekedési rátája, tehát ennyivel többet adunk el, mint egy évvel korábban. Nyilván köszönhetően a FIBA minősítésének, és így ők is beszálltak a nem lakossági típusú termékeknek a körébe, így most körülbelül 60 az a termék mennyiség, amit nem lakossági célra gyártunk, a három gyárunkban a összességében, és 40 százalék az, amit a lakosság számára gyártunk. A fejlesztések is meghatározóak, hiszen exporttámogatást is kaptak, illetve hát, hogyha a munkahelyek számát nézzük, akkor, akkor, akkor sok száz fős munkahelyet fognak teremteni így, így a következő van. időszakban, illetve talán már erre az évre is jellemző Hogy volt? jellemző volt. Tehát amikor mi megkötöttük ezt a szerződést a magyar kormányjal, ez ugye egy egyedi kormánydöntés volt, akkor a, a magyar kormánynak, a magyar államnak két Kérése volt a Grablas felé, nyilván nem csak a Grablas felé, hanem az ilyen típusú cégek felé. Növeljük az exportra gyártható termékeknek az arányát, illetőleg legyen egy munkahelyteremtés. Ennek a kettőnek valamiféle számítási módjából adódik az, hogy mekkora lehet az a támogatás mérték, ez a visszanemtérthető támogatás, amit egy adott vállalat, egy adott beruházása tud kapni. Ez város, városonként más. Azt gondolom a is értik, hogy Győrben ez nagyon alacsony szám, hiszen Győrben nagyon fejlett a, az ipar, és nagyon sokan települnek be, nagyon nagyok a növekedések. Kecskeméten tatabányán ezek nagyobb számok, és ezekre felépítve azt vállaltuk fel, hogy minimum 120 fővel fogjuk növelni az egy évvel korábbihoz képesti létszámunkat. Jelen pillanatban 80-nal többen vagyunk, mert egy évvel korábban. Ebben benne vannak persze egy győriek, és ebben vannak mérnökök, kutatás kutatásfejlesztés végző technikusok, szakemberek, és benne van sok-sok dolgozó, a dolgozók főleg a kecsemét és a tatabányai gyárban. A 120 főnél viszont ma már úgy látjuk, hogy inkább 150-160 lesz az a bővülés, amit 2017 elejére el fogunk érni. Ami még szintén nagyon fontos részben, már említette egy 50%-os növekedés bizonyos szegmens tekintetében, nyilván egy gazdasági társaságnak az árbevétele a legfontosabb. 2014-ben 17,5 milliárd forintos árbevétele volt a GraboPlusznak idén mire számíthatunk? Nyilván ilyenkor még nem zárult le azért, és annyira pontos adatokat nem lehet mondani. Hát azért december 15-e, 16 15 -e körül egy cégvezető azért már nagyjából tudja, tudja, hogy milyen lesz a forgalma. A lesz nagyjából annyi lesz a forgalma, mint tavaly volt, talán egy százéka lesz több. Itt mondhatnánk azt, hogy ez nem túl sok. Mi magunk is egy 5-10 számoltunk. Azonban, ha levesszük a Glapa számára jellemző ukrán és orosz piacoknak a visszaesését, ami politikai okoknál fogva következik be, akkor 7-10 körül van a Graplasznak az egyéb tereteken való növekedése. Tehát ezt az évet a Graplasz úgy éli meg, hogy ki kellett jönnünk, vagy ki kellett vonulnunk ezekről a piacokról, más-más okoknál fogva. Ukrajnáról tudjuk, hogy egy eléggé dezorganizált országá vált, nagyon nehéz mert az alatt csökken csökkenés mellett termékeket eladni. Oroszországgal szemben pedig vannak pro és kontra embargók, illetve az orosz rubelnek az aránya olyan, hogy ma az export nagyon nehéz ebbe az országba. Tehát ezt nagyjából megfeleztük ezt a piacot, és ezt a piacot az összes többi területen ho tudtuk hozni. Tehát azt mondom, hogy amikor a kollégáimat mérősítem, akkor azt kell mondanom, hogy én elégedett vagyok. Hogy a tulajdonosok elégedettek-e a cégnek a működésével, az majd ki fog derülni, de nyilván látniuk kell, hogy a, az orosz-ukrán piacnak a veszteségeit egyszer el kellett szenvedni. Feltetleg jövő ennél már jobban vissza nem lehet esni, tehát akkor a növekedés is nagyobb lesz. Egy picit ilyen szempontból olyan most a gazdaság, mint az időjárás a mezőgazdaságban, hogy vannak olyan tényezők, amire reagálni kell. Ezek szerint ön tervez egyébként más piacnyitást is, így hogy a keleti piac, amit ön már nagyon korán megemlített, hogy nagyon fontos az orosz piac, aztán később ugye a kormány is rájött erre, és más irányban nyitotta meg a gazdasági csatornákat, hogy úgy mondjam, elképzelhető, hogy más területekre is összpontosít majd a Graboplast? Én maradnék egy pillanatra még ennél az orosz piac kérdésénél. Nagyon egyetértek a kormánynak a politikájával. Nyilván nem a kormányon múlik az, hogy ma ez az orosz, Európai Uniós helyzet van, de mivel mi egy Európai Uniós ország vagyunk, hogy így mondjam, elszenvedői vagyunk ennek az embargo kontra, olajár kontra, a árfolyamnak a negatív hatása, ami gyakorlatilag az exportot lehetetlené teszi. Viszont úgy gondoljuk, hogy ennek egyszer végének kell lenni, gondoljunk a Szíriára, gondoljunk a menekültáradatra. Tehát, ha valami ott fog történni, az Oroszország nélkül nem lehet megtenni. Ha pedig ez így van, akkor az oroszokkal valamilyen mértékű kiegyezés, vagy kibékülés, vagy valaminek meg, meg kell következni. Ebben az esetben a számít arra, hogy ezen a piacon újra növekedni fog. Viszont a kormánynak vannak más döntései is, és mi úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, azt nem lehet annékül megtenni, hogy a környezetét ne tudná elemezni. És mi azt mondjuk, hogy a kormánynak van akarata. Ez nem mindig volt így, és lehet később sincs mindig így, de ennek a mai kormányzatnak van egy akarata, hogy milyen piacokra, vagy hova fejlődjön ez az ország. És most azt mondja, hogy nyissunk dél felé. És ez teljesen jó irány, hiszen Afrika, ahol milliárdnál nagyobb létszám van, ez egy kétszer akkora, mint Magyarország. Nyilván országonként nagy a szegénység, de általában véve az Európai Uniónál sok országban sokkal nagyobb a gazdasági növekedés, mint az Európai Unióban. És ez nyilván azt jelenti, hogy ezeken a piacokon el lehet adni terméket. Ugye épül egy kereskedőházrendszer, épül egy olyan egy olyan külügyminisztérium, ahol a kint lévő irodák főleg a kereskedelemnek, a gazdaságnak a támogatásával foglalkoznak. Mi ezeket úgy vesszük, hogy mindegy pozitívan jött segítség, a kormány meg úgy veszi, hogy ezt akarja adni valakinek. Nyilván sokan nem tudják felvenni ezt a kesztyűt, mert esetleg nem elég nagyok, vagy ha sokkal nagyobbak, mint mi, mondjuk múltik, akkor ezt ők maguk csinálják meg. Tehát, hogy így mondjam a Grapp, azt, célkeresztjében van annak a kormányzati akaratnak, hogy ha akarsz nyitni kelet vagy délre, akkor támogatunk. Mi meg azt mondjuk, hogy igen, akarunk nyitni délre, és támogass bennünket, és így ott vagyunk Dél-Afrikába, visszatértünk Egyiptomba, nyilván a magre országok, tehát ezek a <coughs> francia, ajkú, észak-afrikai országokban ahol nagyobb bizonytalanságot nem vagyunk ott, de ott vagyunk Szaudarábiába, és a kormánynak a egyes szervein keresztül be tudunk menni Közép-Afrikába is. Tehát ezek a növekedésünket alá fogják támasztani a jövőben. Röviden csak néhány mondatban összefoglalva mondhatjuk akkor azt, hogy a Graboplast ZRT számára a 2015 egy jó év volt? Egyértelműen mondhatjuk, hiszen annélkül szenvedtünk el Objektív veszteségeket, hogy ez visszaesés jelentett volna a cég számára, innentől már csak fölfele vezet az út. Egyébként pedig, noha nem nagyon nőttünk a forgalomba, de jelentősen tudtunk nőni az eredményességbe. Tehát mindenképpen egy jó évnek látom a. 2015-ös évet. Akkor kiváltom azt, hogy legyen olyan 2016, mint 2015. De legyen annál jobb, hiszen egy óriás beruházást csináltunk ebben az évben, és jövőre ez már, hogy így mondjam, termőre fordul. Ennek a növekedése azért már a Groplastot egy 15-20%-os növekedési pályára fogja állítani. Én akkor köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volt. szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, természetesen konkrét lesz pénteken, és akkor is várjuk Önöket viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.